Mennyei Atyám, hálásak vagyunk neked azért, hogy elhoztál minket délutánra is. Nem maradtunk otthon, hanem a társaságodban akartunk lenni, mert vágyunk, Istenem, a társaságodra, meg akarunk téged jobban ismerni, és hisszük azt, hogy mindig van valami olyan üzennivalót számunkra, ami formál minket, formálja a szívünket, formálja a gondolkodásunkat. Köszönöm, Atyám, azt, hogy üdvösségünk lehet általad. Köszönöm azt, hogy az te szeretetettől semmi nem választhat el minket. Kérlek, Atyám, áld meg a mi Isten tiszteletünket, hogy téged tiszteljen, téged dicsőítsen. Ne magunkat dicsőítsük ezen az alkalmon, hanem téged, és köszönjük, hogy itt leszel velünk a szent lelkeddel, és megáldod a mi alkalmunkat. Fiadért az Úr Jézusért. Amen. Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Kezdő énekünk a 137-es ének, így szól: Ó, szeretet, te égi fény. 137-es ének. Thank you.
Testvérek, a következőkben szolgálatokat hallgathatunk meg. Először is szeretném kérni az énekkarnak a szolgálatát, aztán pedig Baricsánné Kádár Hilda testvérünk fog egy költeményt elmondani nekünk. Kárász Izabella, az ima. Fohász az ima, tiszta, szent beszéd. A lélek lélegzett vétele ez. Ha nincsen ima sem már az ajkadon, ne csodáld, ha az élet megsebez. Mi kötne össze Istennel, ha nem az őszinte és tiszta szent ima? Kihez mehetnénk, hogy múljon bánatunk, ha Istenre nem gondolunk soha? Amíg a szívünk imádkozni mer, amíg Istennel szóba állhatunk, jöhetnek vészes, sötét búskorok. Mi győzünk, soha el nem bukhatunk. Imádkozz, lélek, az ima örök. Mondd el Istennek szíved panaszát, az ima Istenünkkel összeköt, az ima vigaszt, enyhet ad. Ricsovényi Dórától és Szabóné Ricsovényi Renátától hallgathatunk meg egy zenei szolgálatot, aztán pedig az énekkart hallgathatjuk meg újra.
Ani néni testvérnőtől kaphatunk egy kis segítséget a szolgálathoz. Ez nem volt nekem felírva, elnézést kérek.
Orosz Judit bizonságtételét hallgathatjuk meg, aztán pedig Nagy István testvértől egy költeményt hallgathatunk, és végül a Szabó család fogja lezárni a szolgálatcsokrot. Kedves testvéreim, én szeretném most veletek megosztani döntő fontosságú Isten kereséseimet az életemben. Kerestem az Istent nagyon fiatalon, szinte még gyerekként, kislányként, és meg is találtam, és boldog voltam. És azután, amikor felnőtté váltam, úgy gondoltam, hogy azok a feladatok, amiket Isten szán nekem, egyáltalában nem nekem valók. Rengeteg érvet találtam ellene, hogy miért nem kéne nekem azokat megcsinálni, és sajnos akkor egyetlen egyet sem mellette. Úgyhogy ahogy Balatonszárszón hallottuk Jónás történetét, én is ugyanezt tettem akkor, fogtam magam, és teljesen más irányba váltottam menetjegyet. Aztán később hosszú évek elteltével, amikor tékozló fiúként a disznók vájújánál éltem, megint elkezdtem keresni az Istent. És természetesen akkor már Isten és közöttem dzsungelnőtt. Hiszen a sátán mindent megtett azért, hogy ez átjárhatatlan legyen már. Nagyon-nagyon sok nehézség árán, küzdelem és verejtékkel sikerült magam keresztül vágni ezen a dzsungelen, és nagyon boldog voltam, mert fényre jutottam, és úgy éreztem, hogy már közel a cél. Természetesen a sátán mindent elkövetett azért, hogy elhitesse velem, hogy az én bűneim már olyan nagyok, hogy Isten egyáltalában nem kíváncsi rám. Én nem hittem neki, de azért csak fölmásztam egy fára, mint Zákeus. És onnan figyeltem azokat az embereket irigykedve, akikről azt gondoltam, hogy őket nagyon szereti az Isten. És egyszer csak arra járt az Úr Jézus, és lehívott engem arról a fáról, és elmesélte nekem, hogy nincs olyan nagy bűn, amit ő meg ne tudna bocsájtani, és az Orosz Judit bűneit is keresztre feszítette akkor, és minden lehetőségem megvan arra, hogy tiszta lappal induljak. Én akkor megfogtam a kezét, és azóta el nem engedem. Nem tudom elmesélni, szavakba önteni, hogy micsoda boldogság az Jézussal járni naponként. Természetesen vannak próbáim, nehézségeim és kísértéseim, de akkor én fölemelem a kezemet, térdre borulok, és hálát adok az én Jézusomnak a segítségért. Nagyon sokáig olyan megfejthetetlen volt számomra, hogy miért kellett annyi éven keresztül várni arra, hogy ezt a fél métert megtegyem. Mert hisz fél méter ez a karnyújtás. És aztán természetesen, hogy megvolt a válasz is, hogy ezt a fél métert a sátán fény évnyire nyújtotta. Azóta fogom az Úr Jézus kezét, és nagyon vigyázok arra, hogy egy kicsit se engedjem el, mert tudom, hogy abban a pillanatban, ahogy lazul ez a kézfogás, a sátán rögtön ott van, és elkezdi szőni az indáit. Kerestem az Urat többször az életemben, és amikor jó helyen kerestem, akkor meg is találtam. Minden kedves testvéremnek azt kívánom, hogy aki megtalálta, el ne engedje a kezét, és aki még nem, kezdje el keresni, és ezt a fél métert tegye meg.
Túrmezei Erzsébet szolgálni, mint a fény. Krisztus csodálatos vagy, élő, hatalmas és jelenvaló. Szavak zűrzavarában szíven talál a szó. Halálból életre keltő, új útra indító. Sodor, mint a vihar, győzelmes erővel, hívsz és indulni kell, küzdesz és menni kell, szolgálni és tenni kell, szeretetet parancsa szívünkben énekel, nyomodban új meg új tanítvány indul el, szolgálni, mint a fény, iszt adni, mint a só, hogy bennünk is te szolgálj, ő bennük is te légy, élő, hatalmas és jelenvaló. Milyen jó volt hallgatni, testvérek, hogy mennyiféle szolgálat létezik, és nincs olyan, hogy ez a jó szolgálat, az meg nem jó szolgálat, hanem mindegyik adott valamit, és jó, hogy ilyen sokfélék vagyunk. Testvérek, most Isten igéjéből fogunk felolvasni az Isten tiszteletünk alapigéjét, ami az apostolok cselekedeteiben van megírva. A 10. fejezet első versétől fogjuk olvasni a 16. versig. Tehát apostolok cselekedetei 10. fejezet, első versétől a 16. versig fennállva hallgassuk meg. Majd Mohácsi Ádámot szeretném megkérni, hogy imádkozzon az Isten tiszteletért, és aztán pedig majd az énekkart szeretném még megkérni egy énekre. Kornélius és Péter látomása. Élt Cézáriában egy Kornélius nevű férfi,
az úgynevezett itáliai csapat századosa. Egész háza népével együtt kegyes és istenfélő ember volt, aki sok alamizsnát osztogatott a népnek, és szüntelenül könyörgött az Istenhez. Ő egyik délután 3 óra tájban, látomásban tisztán látta, hogy az Isten angyala bemegy hozzá, és megszólítja: Cornélius! Ő pedig ráketekintett, és megrémülve kérdezte: mi az, Uram? Erre az angyal ezt mondta neki: imádságaid és alamizsnáid emlékeztetőül feljutottak az Isten felé. Most azért küldj embereket Joppéba, és hívasd magadhoz azt a Simont, akit Péternek is hívnak. Ő egy Simon nevű tímár vendége, akinek a háza a tengerparton van. Miután az angyal, aki vele beszélt, eltűnt, előhívott 2 szolgát és egy istenfélő katonát azok közül, aki állandóan mellette voltak. Ezeknek mindent elmondva elküldte őket Joppéba. Másnap, amíg ők úton voltak és a városhoz közeledtek, Péter déltájban felment a ház tetejére imádkozni. Közben azonban megéhezett és enni kívánt. Amíg az ételt készítették, révületbe esett, és látta, hogy az ég megnyílik, és leszáll valami nagy, lepedőköz hasonló, amely 4 sarkánál fogva ereszkedett le a földre. Bement, benne volt ebben a föld mindenféle 4 lábú és csúszómászó állata, és az ég mindenféle madara. Ekkor hang hallatszott: kelj fel, Péter, öld és egyél. Péter azonban így szólt: semmiféleképpen nem, Uram, mert soha nem ettem semmi közönséges vagy tisztátalant. De másodszor is szólt hozzá a hang: amit az Isten megtisztított, azt te ne mondd tisztátalannak. Ez pedig 3 ízben is így történt, és azután az egész azonnal felemegeltetett az égbe. Imádkozzunk. Istenem, hálás vagyok neked azért, hogy itt lehetünk ma délután is, és a te közelségedben lehetünk, hogy veled tölthetünk időt. Hálás vagyok neked azért, hogy szolgálhatunk neked, hogy itt lehetünk közösségben, és megnyithatjuk a mi szívünket a te számodra. Kérlek téged, drága jó atyám, hogy jelentsd ki magad most nekünk, hogy áld meg az ige szólóját, hogy ne a saját gondolatai alapján beszéljen, hanem te szálld meg őt, és a te szent szellemed által tudja hirdetni a te igédet, amit te szeretnél nekünk üzenni. Kérlek téged, hogy áld meg a délután és az este további részét, áld meg bennünket, és hagyd, hogy betöltekezhessünk veled. Amen. Testvérek, engedjék meg, hogy egy kis humorral kezdjek. Van egy férfi, aki sétál a Dunaparton.
és hogy közben sétál, látja, hogy valaki messze a távolban, nem tudja kivenni, hogy kicsoda, de próbál inni a Duna vizéből. Lehet, valaki már hallotta ezt a kis viccet. És próbálja őt figyelmeztetni, hogy ne igyál belőle, mert meg fog téged mérgezni ez a víz. De messziről visszaválaszol az az ember, hogy én lenni magyar, nagyon kicsit érteni magyar nyelv. És válaszol a férfi, hogy akkor lassan igyad, mert hideg. Testvérek, a mai ige hirdetés és a mai kijelölt ige szakaszunk az előítéletekről szól, az előítéleteknek a lerombolásáról szól. És ebben az ige szakaszban egyszerre két embernek van látomása. Nagyon kevés olyan ige szakasz van a Bibliában, ahol egy rövid szakaszon belül két emberről beszél a Biblia, az ige, akit Isten úgy megérintette ima közben, hogy révületbe esve valamilyen kijelentést kapott a Jóistentől. És jól tudjuk, hogy ha mégnézzük a példákat, hogy ahol kijelentés volt, és ilyen részletesen megírt történetekről olvashatunk, amikor Isten megérint embereket, akkor ott mindig valami vízválasztó volt. Például Mózes, amikor megjelent neki az égő csipkebokor. Istennek terve volt Mózessel, és kijelentette magát neki, és tudjuk, hogy Mózes egy vízválasztó helyzetben volt, a kulcsfigura. Hallgatott Istenre, engedelmeskedett neki, bár tudjuk, hogy nem volt ez ilyen egyszerű, röviden és tömören így történt. Aztán tudunk egy Sámuelről is, akit szólítatott a Jóisten. Ő is egy vízválasztó helyzetnek volt a kulcsa. Aztán kicsit, ha előre szaladunk az új szövetség elejébe, akkor pedig József kapott kijelentést Istentől Máriával kapcsolatban. És hát ez volt a legnagyobb vízválasztó, ami létezik a Bibliában, hogy Jézus megszületett. Egyszerre két teljesen más ember kapott itt ebben a szakaszban, amiről olvasunk, látomást Istentől, kijelentést Istentől. Ugye az egyik férfi Cornélius volt, akiről azt tudjuk, hogy egy itáliai százados, körülbelül 100 ember volt az ő házanépében és az ő csapatában. Istenfélő hívő ember volt, házanépével példát mutatott. Viszont szüksége volt neki arra, hogy megtérjen. Tudjuk, hogy istenfélő, kegyes, istenfélő ember volt, leírja az ige, hogy egész házanépével együtt kegyes volt, sok alamizsnát osztogatott a népnek, szüntelen könyörgött Istenhez. Viszont szüksége volt arra Cornéliusnak, hogy elmenjen hozzá Péter, és kijelentsen neki valami olyan dolgot, beszéljen neki Jézusról, tudjuk későbbi szakaszokban, hogy eljöjjön nála a megtérés is. És tudjuk, hogy Cornélius az eszköze volt annak, hogy az első olyan keresztény emberek gyülekezete elindulhasson, akik nem zsidó emberekből álltak. Mert tudjuk, hogy már akkor voltak keresztények, hiszen Jézus után vagyunk, megtért zsidó emberek. De Cornélius volt az a kulcsfigura ennél a vízválasztó szakasznál, amikor elindult egy új világ, elindult egy új gyülekezeti irány. És mi, akik ma itt vagyunk ebben az imaházban, és még sok gyülekezetben a világon emberek, akik a nem zsidó néphez tartozó, és a nem Isten első kiválasztott népéből való hívő emberek, mondhatjuk azt, hogy ez a mi történelmünknek a kezdete, a pogányokból megtért keresztény történelmnek a kezdete. És aztán, hogyha megnézzük a másik szereplőit ennek a mi történetünknek most, Pétert, akkor nézzük meg, hogy mit tudunk róla. Péter Jézusnak volt az egyik tanítványa. Ismerjük Pétert, ismerjük, hogy ő egy heves természetű ember volt. Sok tekintetben néha magunkra is ismerünk a péteri mentalitásból. Tanítványa volt ő Jézusnak, aztán Jézus apostola volt. Az előző könyvekben és előző fejezetekben olvashatjuk azt, hogy Péter milyen csodákat tesz, Péter által gyógyulás van, Péter hirdeti Isten igéjét, megy, ahova tud, és a zsidóknak arról beszél, hogy
van megváltás. Nem kell már várni az Úr Jézusnak az eljövetelét, hanem ez már megtörtént. És csak el kell hinni, és be kell fogadni őt a szívünkbe, illetve az akkori embereknek a szívébe. Viszont tudjuk azt Péterről, hogy ő egy kegyes zsidó ember volt. Most itt a kegyes szót azt hadd használjam egy picit negatív értelemben, mert Péter istenfélő, hívő ember volt, Jézusnak egy nagyon jó eszköze, hiszen apostolként szolgált, de hiányzott az ő életéből még valami. Hiszen tudjuk azt, hogy nagyon ragaszkodott ő a zsidó törvényekhez, ragaszkodott a mózesi törvényekhez, ragaszkodott ahhoz, hogy minden úgy folyjon egymás után, lépésről lépésre, ami addig volt, és a zsidókat kereste meg, a zsidókat evangélizálta. Viszont tudjuk azt is, hogy hiányzott az ő életéből az, hogy ne csak zsidó emberek felé evangélizáljon. Péter nem fogyasztott olyan eledelt, ami tisztátalannak számított a törvények szerint, olyan húst, olyan ételeket fogyasztott, ami a régi ószövetségi törvényekben elvárás volt, és ő próbált ebből nem kilépni. Nem róhatjuk ezt föl neki, hiszen ő meg akart felelni Istennek, meg akart felelni a törvénynek. De Péternek is szüksége volt valamire, ahogy Kornéliusznak. Kornéliusznak az újjászületésre. Péternek viszont szüksége volt arra, hogy jó eszköz lehessen ő a nem zsidók között is. Viszont itt szükség volt arra, hogy Péter elveszítse az előítéleteit. Lerombolódjon egy olyan fal az ő életében, ami nem engedné meg azt, hogy szolgáljon a pogány emberek felé. Ha ez nem történik meg, akkor ma lehet, hogy hiszem azt, hogy itt lennénk más eszközön, más emberen keresztül, de nem Péterre múlt volna az, hogy Kornélius háza népe megtérjen. És tudjuk, hogy Péterrel mi történik, fölmegy a háza tetejére imádkozni déltájban, éhesen, és megjelenik neki egy lepedőszerű valami, amiben mindenféle állat, csúszó, mászó, Isten teremtményei közül mindenféle állat ott van. És Isten azt mondja neki, hogy öld és egyél. Gondoljunk bele abba, hogy meglephette Pétert az, hogy ő egy olyan dologra kap felszólítást, ami az ő szemében egy nagyon nagy bűn volt, hogy tisztátalan állathoz érjen. Azt tudjuk az igéből, hogy egy olyan embernél lakik itt egyébként, egy olyan házban lakik, ami egy jobbéban lévő tímárnak a háza. A tímárokról pedig, hogyha utána nézzünk, megtudjuk, hogy a tímárok az állatoknak a kikészítéssel, a bőrnek a kikészítésével foglalkoztak. És ők mindenféle állatot érintettek. Péter szemében ez az ember tisztátalannak mondott személy volt, de az ő házában lakott. Ha innen nézzük, mondhatjuk azt, hogy a régi ítélkezés és törvénykezés Péternek az életében annyit fejlődött, hogy már megtűri azt, hogy egy ilyen helyen lakjon. Mert ki tudja, x idővel ezelőtt még be sem ment volna valaki egy ilyen emberhez. Hiszen a zsidóknál egy olyan szokás is volt, hogy nem is érintkeztek, nem is ettek olyan emberekkel, akik tisztátalan embereknek számítottak. Nagyon kemény dolog volt ez. Akármilyen jó ember lehetett az az ember, hogyha nem volt zsidó, hogyha nem kóser ételeket fogyasztott, akkor az az ember tisztátalannak számított, még csak leülni se ültek ezzel az emberrel. Péter is, Kornélius is Isten tervének a részesei. Mind a két embernek szüksége volt valamire, szüksége volt arra, hogy Isten neki kijelentsen ott valamit. És aztán, hogyha olvassuk, az is leesik egyből, hogy Kornélius bár nem megtért létére, de ahogy Isten őt megszólítja, nem próbált meg ő vitatkozni Istennel, hanem ahogy ezt neki kijelentette Isten, hogy mit kell tennie, hogy követeket küldjön Joppéba, és ez akiért majd a követek elmennek az ő hozzá, el fog jönni. Kornélius nem vitatkozott, nem azt, hogy nem Istenem, hanem
azt mondta, hogy jó, megteszem azonnal. És tudjuk, hogy azonnal lement a háznak az aljába, oda, ahol az ő követei, az ő kísérői voltak, akik minden nap vele voltak, akik kegyes és istenfélő emberek voltak, és elküldte ezeket az embereket Péterért. Viszont tudjuk azt, hogy amikor Pétert szólította meg Isten, akkor olvashatjuk, hogy mi volt rá a válasz? Semmiféleképpen nem, Uram. Testvérek, vajon a Jóisten Pétert egy gasztronómiai túrára akart elvinni azzal, hogy leeresztett neki sokféle húst és sokféle állatot? Nem. Jól tudjuk, hogy ez egy döntő pont volt Péter életébe. Nem azt, hogy ő kívánja-e vajon azt a húst, vagy nem kívánja azt a húst. Egy elvnek kellett lerombolódni a Péter életében. Egy olyan elvnek, ami megkötözte őt abban, hogy szolgáljon olyan emberek felé, amire Isten őt elhívta. És amikor Péter azt válaszolja Istennek, hogy semmiféleképpen nem, Uram, megszólal bennünk a vészcsengő, hogy mondhat valaki ilyet Istennek? Hogy mondhat valaki ilyet Istennek, hogy semmiféleképpen nem, Uram, amikor látomásban ott van Isten, és kijelent neki valamit? De testvérek, nem hallottunk mi még olyan emberről, vagy ha magunkba szállunk, hogy olykor-olykor nemet mondunk dolgokra Istennek? Hány olyan helyzet van az életünkben, amiben meg kellene változnia a mi gondolkodásmódunknak? Hány olyan helyzet van az életünkben, amikor sokszor egy-egy vélt dolog, amiből úgy gondoljuk, hogy abból mi nem engedünk, ha annak le kellene rombolódnia, akkor ez minket nagyon mélyen érint és fáj. És mi úgy gondoljuk, hogy ott minket igazságtalanság ér. Péter úgy gondolta, hogy őt ott igazságtalanság érte, hiszen olyan állatokról beszél Isten neki, aki tisztátalan állat, és a törvény teljes mértékben ellene van ennek. Viszont mi a fontosabb, a törvény, vagy Isten ott élőben? Ezt ott Péternek el kellett döntenie. És Péter vitatkozik Istennel. Háromszor mondja azt Isten neki, hogy amit én tisztának mondok, azt te ne mondd tisztátalannak. Testvérek, Pétert egy olyan dologra kérte Isten, ami neki kényelmetlen volt, mert ellenkezett az ő elveivel. És jól tudjuk, hogy itt nem csak az állatokról volt szó, nem csak arról, hogy azt utána már ehetik az emberek, és akkor egy új fejezet jön az életükbe, hanem arról volt szó, hogy Péternek az életében volt egy nagyon erős előítélet olyan emberek iránt, aki nem zsidó, és nem törvényben élő ember. Pál apostol, tudjuk, hogy a pogányok fele szolgált. Viszont Péter nem. Péternek szüksége volt arra, hogy ne csak egy irányba tudjon szolgálni. Viszont ebben a pontban ki kellett lépnie az ő komfortzónájából. Ki kellett lépnie abból, hogy amit én eddig véltem igazságnak, az lehet, hogy nem is igazság, hiszen Isten most kijelent nekem valamit. De testvérek, milyen jó az, hogy Péter azért volt annyira engedelmes, hogy amikor háromszor egymás után elmondja neki ezt Isten, akkor azért a harmadik után nem mondja azt, hogy nem, hanem megteszi azt, amit Isten tőle kér. És bár úgy gondoljuk, hogy Péter miért volt ennyire érthetetlen, hát elsőre kellett volna, hogy Kornéliusznak is cselekednie. De hányszor van Isten, vagy testvérek, hányszor van olyan az életünkben, hogy mi Istennek elsőre nem mondunk igent, vagy másodjára, vagy ötödjére, vagy tizedjére se. Ha belegondolok én a saját életemben, hogy hányszor mondta nekem azt Isten jelekkel, helyzetekkel, embereken keresztül, hány olyan evangelizáción ott ültem, ami nekem szólt, és mégis nemet mondtam. Mégis nem voltam hajlandó igent mondani. Nem háromszor, lehet, hogy 33-szor, nem tudom. De testvérek, kegyelem az, amikor az emberek életében eljön az, amikor igen tud mondani Istennek. És milyen jó, hogy Isten ilyen türelmes. Hogy nem azt mondta, hogy Péter, te nem,
elsőre azt mondod, hogy nem, jó, akkor keresek mást, aki majd elsőre azt mondja, hogy igen. Nem. Isten tudta, hogy neki Péterre szüksége van, és Isten türelmesen többször elmagyarázta neki. Mert Isten kegyelmes. Mert Isten nem az, aki egyből büntet. Isten nem az, aki egyből, hogyha mi a törvények ellen vétünk, vagy az ő kérés ellen vétünk, akkor egyből lecsap ránk. Hiszen akkor nem mondhatnánk, hogy van kegyelem a mi életünkben. De milyen jó, hogy Isten egy olyan Isten, aki ad nekünk kegyelmet, aki elküldte nekünk Jézus Krisztust, hogy megváltható legyen a mi életünk, és van türelmi időszak. Van türelmi időszak, és kegyelem az, hogy igen tudunk mondani a türelmi időszakban, és nem lesz késő. Testvérek, vajon ma nincs olyan a gyülekezeteinkben, hogy előítélet? Vajon mi nem tartunk kósernek dolgokat, ami nekünk kóser kell, hogy maradjon? Hány és hány olyan helyzet van hívő testvérek között, amikor az elvekből van a vita, az elvekből van a háború, aztán sajnos olyat is tudunk, hogy szakadások is vannak. Csak azért, mert nem tudjuk azt elfogadni, hogy nem vagyunk mindegyikünk ugyanolyanok. Amikor itt szolgáltak most előttünk, szolgálattevők, milyen jó volt látni azt, hogy nem vagyunk ugyanolyanok. Mindenki mondjuk verset mondott volna. Mindenki mondjuk bizonyságot tett volna. Biztos szép lett volna úgy is, de mennyivel élőbb volt így a mi Isten tiszteletünk, hogy van, akit zenészként áldott meg a jó Isten, van, aki énekel, van, aki verset mond, van, aki bizonyságot tesz. És ettől vagyunk mi színes emberek. De gondoljunk bele abba, hogyha mi azt mondanánk bármelyik szolgálatra, hogy ez ellenkezik a mi elveinkkel, mert mi úgy gondoljuk, hogy az ide most nekünk nem kóser, akkor vajon azzal mi jót tennénk? Akkor mi engedelmeskednénk ennek az ige szakasznak? Mert testvérek, ezt nem csak Péternek mondta a Jóisten. Nem csak Péter volt az, akinek ki akart itt jelenteni valamit a Jóisten. Hanem nekünk is. Mert ránk emberekre jellemző az, hogy ítélkezés van az életünkben. Törvénykezés van az életünkben. Annyira szeretjük megmondani, hogy mi a jó. Én is hozzáteszem. Annyira szeretjük azt gondolni, hogy az a jó, ami bennünk van. Most beszélhetnénk itt rengeteg dologról egy gyülekezeti életben, egy emberi életben is akár, egy családi életben, hogy vannak közösségek, ahol elítélik a tradicionális zenét. Holott milyen szép. Vannak közösségek, ahol elítélik a modern zenét. Holott az is Isten dicsőíti. És rámondjuk egyes stílusokra, ami nekünk éppen nem a stílusunk, hogy az tisztátalan, az nem kóser. És pedig milyen jó az, amikor idősek és fiatal testvérek együtt tudják dicsőíteni a jó Istent, mert a szíven van a hangsúly. Hogyha velem valaki szívesen dicsőíti úgy a jó Istent, hogy az ő zenéjét kell tolerálnom, akkor én nem mondjam azt, hogy az nem jó. Vagy hogyha egy idős testvérnek az az ének tetszik, és azzal tudja dicsőíteni a jó Istent, azzal a stílussal, amit ő szeret, akkor én nem mondjam azt rá, hogy az nem jó. Mert ez nekem nem tisztem, hogy én eldöntsem, hogy mi a tiszta és mi a tisztátalan. Hiszen Isten azt mondta, amit én tisztának mondok, azt te nem mond tisztátalannak. És még egyszer mondom, nem a hús ételekről volt itt szó. Arról is hozzáteszem egy hangyányit, de nem ez volt a fő üzenet, hanem az, hogy nem mi akarjunk jó Istent játszani sokszor. Mert hányszor szeretnénk mi eldönteni, hogy Istennek mi a tetsző és mi a nem? Hányszor azt gondoljuk, hogy ez már nem fér bele, vagy hú, ez már túl lassú, túl nem a mi stílusunk. De testvérek, annyiféle ember létezik a világon, és annyiféle szolgálati terület, és annyiféle stílus, bármiről beszéljünk, zenében, más szolgálatokban, bármiben. Utazhatunk pár száz kilométert,
és megláthatjuk, hogy milyen sokfajta gyülekezet van, de nem kell pásztázat menni, kevesebbet ismertünk. Vagy elmegyünk a föld túloldalára. Lehet, hogy nem tudnánk megszokni egy pillanat alatt, hogyha hirtelen belecseppennénk egy mondjuk afrikai törzsbe, akik megtértek, és nem tudnánk megszokni egy pillanat alatt, hogy ők hogyan dicsőítik a jó Istent. De testvérek, Isten őket is tisztának mondja, ha a szívükben Jézus van. És nem a mi tisztünk eldönteni, hogy mi a tiszta és mi a nem. És mindig abból van a baj, hogyha felcseréljük azt, hogy mi Isten tisztje és mi a mi feladatunk. Akkor van mindig baj, amikor mi elkezdjük eldönteni ezeket a dolgokat. Testvérek, az elfogadás a keresztény életnek egy kulcs fontossága. Természetesen vannak olyan területeket, amivel nem lehetünk közösségben, mert vannak, ami ellenkezik a Biblia tanításával. De amíg arról beszélünk, hogy milyen fajok vannak a Földön, milyen gyülekezetek vannak a Földön és egyházak, addig, amíg egy egyház tiszta szívvel a Jóisten dicsőíti, és az Úr Jézus megváltójának elfogadja, addig mi nem mondjunk tisztátalant olyanra, aki tiszta. Mert ki tudja, hogy hány olyan ember van, aki meg ránk mondhatna egyes dolgok miatt azt, hogy mi tisztátalanok vagyunk. És milyen rosszul esik az nekünk olyankor, amikor valaki el akarja dönteni rólunk, hogy mi a tiszta és mi a tisztátalan, és minket egy olyan besorolásba tesz, ami éppen nekünk nem kedvez. Hadd mondjam el, hogy én, amikor megismertem Hajnit, és tudják a testvérek, hogy egy evangélikus környezetből jön, hogy amikor eljártam vele az alkalmakra, más egy evangélikus gyülekezetben az alkalom, más, hogy dicsőíti a Jóistent egy ilyen alkalom. És azért, mert én úgy gondoltam, hogy ott mások az emberek, ott esetleg nem úgy dicsőítik a Jóistent, ahogy az nekem tetszik, mert más stílusban teszik. Én meg akartam mondani, hogy az helyes vagy helytelene. És általánosítottam. És kijelentettem azt, hogy hát, na, azért mégiscsak a baptizmus üdvözít. De nem a baptizmus üdvözít. A Biblia üdvözít, és az Úr Jézusnak a dicsőítése üdvözít. Onnantól kezdve, hogy mi hol vagyunk, milyen gyülekezetben, az a fontos, hogy a Jóistennek akarjunk megfelelni, és a Jóistennek akarjunk tetszeni. És testvérek, annyira, de annyira kellemetlen érzés volt, amikor Hajniéknál a 6 éves teológussal elkezdtem beszélgetni. És az jött le róla, hogy akkora a mentő szándék abban a fiúban az emberek iránt, annyira nagy mentő szándék van benne az újjászületés iránt, hogy minél több embert vigyen a Jóistenhez, hogy egy pillanat alatt úgy elszégyeltem magam, hogy én kijelentettem valami olyan dolgot erre a gyülekezetre, csak azért, mert mások, mint én, ami teljesen hazugság volt. És az, hogy egyen-egyenként benne hogy éli meg valaki a hitét, az már megint nem az én feladatom eldönteni. Nekem ez a feladatom, hogy én szeressem azokat az embereket is, és imádkozzak értük. Testvérek, hányszor mennyi energiát beleülünk abba, és mennyi vehemenciát beleteszünk, hogy mi akarjuk eldönteni ezeket a dolgokat, ahogy Péter is tette, ott a háztetőn. Semmiféleképpen nem, Uram. Nemet mondott Istennek azért, mert egy elvet le kellett ott rombolni. Hányszor van olyan helyzet, amikor annyi energiát el tudunk pocsékolni arra, hogy mi akarjunk eldönteni ilyen dolgokat. És testvérek, milyen jó lenne, hogyha ezt az energiát át tudnánk összpontosítani abba, hogy mondjuk amekkor energiát belefektetek a törvénykezésbe vagy az ítélkezésbe, inkább imádkozzak azért az emberért. Nem lenne jobb? Itt hallgathattuk az utolsó énekben, hogy ha napjában kicsit elcsendesednék, felírtam ide magamnak. Mert elgondolkodtam azon, hogy ha ezeket az energiáinkat, ezeket az indulatainkat, ezeket a vehemenciáinkat mi arra használnánk fel, hogy ha napjában elcsendesednénk ezekért a dolgokért, és kérdeznénk a Jóistent, hogy mondd már meg nekem, Istenem, hogy mi a helyes és mi a helytelen.
Vagy Istenem, én úgy látom, hogy ez és ez az ember nem olyan, ahogy én szerintem kellene, hogy legyen veled kapcsolatban. De jó Istenem, te tudod, hogy ezek az embereknek mi van a szívébe. De ha nem az van, ami kell, akkor te járj ott közben. És ezekkel a dolgokkal nagyon sok változás lehetne, nagyon sok helyen. Mert sokkal könnyebb megítélni, elítélni, törvénykezni, mint beleélni abba magunkat, hogy mi játszódhat le annak az embernek a szívében, akit mi lehet nem is ismerünk teljesen. Nem tudjuk a körülményeit sok embernek, nem tudjuk honnan jön, nem tudjuk, hogy hova tart. Lehet, hogy nagyon jó fele tart, csak mi úgy éljük meg azt, hogy nem oda tart, ahova mi szerintünk kellene, hogy tartson. Testvérek, ne kelljen olyan sokszor a jó Istennek minket figyelmeztetni ezekkel kapcsolatban, mert ha belegondolok én a saját életembe is, hogy annyiszor megesik, hogy megyek az utcán, vagy megyek az aluljáróban, és mondjuk evangélizálnak egy aluljáróban. Megmondom őszintén, hogy amikor néha érdekes stílusban tudják ezt tenni, akkor én olyan helyes tudok lenni egy pillanat alatt magamban, hogy hát mit kell ezt itt csinálni itt az aluljáróban, meg ilyen stílusban, nem ezt kellene tenniük. Holott, ha tényleg az az őszinte céljuk belül, hogy a Jóisten dicsőítsék, és embereket vigyenek közelebb Jóistenhez, és egy ilyen eszközzel próbálják meg, lehet, hogy nem fog olyan könnyen sikerülni, de legalább csinálnak valamit. Természetesen, ha más célok vannak mögötte, akkor az nagy baj. De ez megint nem az én dolgom, hogy eldöntsem. Megint nem az én tisztem, hogy ezzel kapcsolatban ítélkezzek. És annyi ilyen helyzet van nap, mint nap. Vagy ha elég bekapcsolni a tévét, és látunk egy teljesen más egyházt, egy más szokásokkal, akkor megint csak mi úgy el tudjuk dönteni, hogy na, de nálunk mennyivel jobb. És sok-sok ilyen helyzet van, testvérek. És ami még nagyon fontos, hogy amikor Péter ott volt a háztetőn, és bár volt neki egy elve, volt neki egy elvrendszere, ami a törvényből jött, ugye. Viszont amikor Jézus eljött, akkor a törvények mellé ott jött a kegyelem is. És ez a kegyelem mentő szándékot kell, hogy generáljon bennünk. És ha ez a mentő szándék jól alakul ki, akkor onnantól kezdve nem lesz bennünk ítélet senki felé, hanem szeretet. És a szeretet az meg győz. Testvérek, mennyivel nagyobb munkát tud végezni a szeretet, mint mi a gondolatainkkal? Mennyivel nagyobb munkát tud végezni, ha mi imára használjuk fel, és szeretetet kérünk Istentől akár olyan emberek felé is, akit nem tudunk olyan könnyen szeretni. Mert vannak ilyenek mindenki életében. Előfordul ilyen. Viszont milyen nagy dolog volt az, hogy Péter ott a háztetőn tanítható volt. És taníthatóság volt benne, mivel bár nem mondott elsőre Istennek igent, háromszor kellett megtörténnie ott ennek, de volt egy pont, amikor elfogadta azt, hogy a Jóisten neki üzenni akar valamit. És elfogadta azt, hogy abban a helyzetben Isten az, aki jól mondja, és nem akart okosabb lenni a Jóistennél, hanem elfogadta azt, hogy ebben az üzenetben neki változni kell. Testvérek, tudunk mi változni, amikor a Jóisten megszólít minket? El tudjuk azt fogadni, hogy az életünkben vannak olyan dolgok, ami nem jól gondolunk? El tudjuk azt fogadni, hogy az életünkben vannak olyan elvek, amik már meg kell, hogy változzanak? Tudunk mi tanulni? Mindig akkor szokott nagy baj lenni egy ember életében, amikor a taníthatóság megszűnik. Amikor bezár az embernek a szíve, és nem fogadja el a nála okosabb embernek a véleményét, hanem megsértődik, hanem indulat lesz benne, ahelyett, hogy az alázat és a taníthatóság átalakítaná a gondolkodását. És akkor van baj, amikor mi nem fogadjuk el azt, hogy Isten nálunk sokkal jobban tud egy csomó dolgot. Sokszor mi okosabbak akarunk lenni Istennél. De milyen jó az, hogy Péternek ott háromszor elég volt az. Nem 33-szor, ahogy az én életemben is megtérésem előtt, meg 133-szor, nem tudom megmondani pontosan, hogy hányszor mondtam nemet Istennek. De Péternél eljött az a pillanat, amikor igent mondott. És testvérek, erre volt szüksége Kornéliusznak, mert szerette bár a jó Istent, és kegyes, törvénytisztelő ember volt, és segítette az árváknak, és alamizsnát osztott,
rengeteg jó dolgot tett, de neki nagyon nagy szüksége volt arra, hogy újjászülessen az ő szíve. Mert hogyha ez nem történik meg, akkor annyi-annyi jó szándékú ember van, aki beszél Istenről, akár úgy is cselekszik, ahogy a törvény ezt előírja. De ha az életében nincs ott az Úr Jézus, akkor ott nincs változás teljes mértékben. És Kornéliusnak erre volt szüksége. Testvérek, mi lett volna, hogyha ott Péter azt mondja, hogy nem, végleg? Mert mondta, hogy semmiféleképpen nem. De eljött ez a pont, amikor igent mondott. Mi lett volna, ha nem mond igent? Kornéliusztól indult ugye ki a pogány vonalon a keresztény gyülekezetek. És a múltunkban ez nagy szerepet játszik, hogy akkor ott Kornélius megtért a háza népével, ami körülbelül 100 ember volt. Szükség volt arra, hogy Istennek egy eszköze igent mondjon. Testvérek, ki tudja, hogy a mi életünkben azért, mert mi Istennek nemet mondunk olykor-olykor, kicsoda nem kapja meg azt, amire szüksége van a jó Istentől. Meg fogja kapni mástól, máson keresztül, mert ha jó Isten valakinek meg akar valamit adni, ha mi nemet mondunk, kivesz minket abból a tervből, mert eldöntheti azt, hogy nem vár tovább, mert valakinek szüksége van segítségre. De testvérek, milyen jó az, ha mi tudtunk mondani Istennek igent, és rajtunk keresztül jut el valahova mondjuk egy üzenet. Rajtunk keresztül jut el valahova a szeretet. De hogyha a szívünkben van egy nagy mértékű ítélkezés, egy nagy mértékű törvénykezés, és nincs taníthatóság, akkor egy olyan nagy fal lesz köztünk és a Jóisten között, ami azt fogja elérni, hogy nem fog tudni minket a Jóisten használni. Én úgy gondolom, hogy ezt senki nem szeretné. És olvashatjuk később itt a 10. fejezetben, amit most nem olvastunk fel, hogy Péter mit mond Kornélius háza népének. Most kezdem igazán megérteni, hogy nem személyválogató az Isten, hanem minden nép között kedves előtte, aki féli őt, és igazságot cselekszik. Testvérek, Péter beismerte Kornéliusnál, hogy hibázott. Olyan jó lenne, ha mi is be tudnánk ismerni, amikor hibázunk, és nem megkeményedne a szívünk, hanem elfogadnánk azt, hogy a Jóisten tanítani akar nekünk valamit, és el tudjuk azt fogadni, hogy nem mindig mi gondoljuk jól a dolgokat. Kívánom a testvéreknek, hogy tudjunk ebben változni, és ne az ítélkezés, ne a törvénykezés, ne a másik nem elfogadása nőjön meg az életünkben, hanem a Jóisten szeretete töltse be a mi életünket. És ha a Jóisten szeretete átveszi ezt a helyet, akkor ez a fal lebomlik. És onnantól kezdve a Jóisten tud minket használni mindenféle jó dologra, amire el akar minket hívni. Amen. Testvérek, egy éneket fogunk meghallgatni az énekkartól.
testvérek, a prédikációm elején meséltem egy viccet erről az emberről, aki a Dunaparton sétálva, miután megtudta, hogy ez az ember nem az ő nemzetéből származik, ahelyett, hogy elmondja neki, hogy méreg van a vízben, inkább azt mondja neki, hogy vigyázz, mert nagyon hideg, lassan igyad. Testvérek, mennyire nem mindegy az, hogy mi a kimenetele egy helyzetnek, amit a Jóisten ránk bíz, és milyen kimenete lesz miattunk egy helyzetnek, hogy tudunk-e engedelmesek lenni, vagy ezek az előítéletek lesznek az életünkben, ami Péternél is voltak, és aminél, amiknek le kellett, hogy boruljanak ezek a falak, hogy Isten teljes mértékben tudja őt használni. És hogyha ezek az előítéletek és törvénykezésre hajlandóságok nem borulnak le bennünk, akkor az nekünk bűnünk. Viszont nagyon jó dolog, hogy jó Istennél, amíg tart a kegyelmi idő, mindig van lehetőség arra, hogy megbánjunk valamit és új lappal induljunk. Bármilyen helyzetben is vagyunk, és bármilyen bűnünk is van ezeken kívül is. És igent mondhatunk a jó Istennek, és megszabadít minket, és egy új lappal indít el minket. Testvérek, imádkozzunk most, gondolkodjunk el azon az imán közben, hogy milyen helyzetben mondtunk mi nemet a jó Istennek, és bízzunk rá magukat a jó Istenre, és bízzunk benne, hogy ő meg tud minket bármiből szabadítani. Testvéreknek a csöndes imáját majd szeretném megkérni, hogy Lázár András testvér és Kertész Vivien zárja majd le. Alkalmunk végén nagyon nagy szeretettel köszöntöm a testvéreket. Most az előttünk lévő alkalmakról szeretnék
mondani néhány szót. 17 órakor hétfőn ima alkalmunk lehet, ima közösségünk lehet a kisteremben. És ugyanezen a napon 17 óra 30-kor a rózsakerti gyülekezetben női világima napot szerveznek. Kedden 8 órakor Mikó Gedeon testvér papírgyűjtést szervez, és erre is várjuk azoknak a jelentkezését, akik ebben az elszállításban segítkeznek. 16 órakor kedden Bódi Gáborné testvérnőt kíséri a gyülekezet végső útjára, aki teheti, az menjen el a temetésre. Csütörtökön 15 órakor, hát délután 3 órakor a Szépkorral klubja lesz, és 18 órakor pedig Ezékiás élete került terítékre a Biblia tanulmányozáson. Pénteken 18 órakor a Tini klub lesz, 8 órakor, 20 órakor pedig az ifjúsági Biblia óra. És jövő hét vasárnap a megszokott időben 9 órakor imaóra, aztán vasárnap iskola 9 óra 30-kor, istentiszteleti alkalom lesz, ahol Szabó Emmát fogják bemutatni a gyülekezetnek. Délután 5 órakor is istentiszteletünk lesz, és ugyanebben az időpontban pedig pengetős találkozó Pest Erzsébeten, és 18 órakor előjárósági tanácskozás, és kérjük a testvéreket, hogy a tanácskozásért imádkozzanak. És november 16-án vasárnap a Veleszházban lesz közösségi alkalom, és aztán zsíros kenyérparti a végén. Most pedig testvérek, énekeljük el a 490-es éneket, ami így kezdődik, nincs Krisztusban kelet-nyugat, és nincsen észak-dél. Énekeljük fennállva ezt az éneket. Végezetül pedig az Úr Jézus Krisztus kegyelme, a mennyei atyánk szeretete és a Szentlélek velünk való közössége maradjon velünk most és mindörökké. Amen. Közel. Mielőtt még
felállnánk a helyénkről, szeretettel köszöntjük Lakatos testvért, és hogyha esetleg van egy pár szava hozzánk, akkor azt szívesen vesszük. Urunk Jézus Krisztus, Istennek fia, könyörülj rajtam bűnösön. Amen. 84. Zsoltár. A karvezetőnek, a Gittitre, Kórah fiainak Zsoltára. Mély kedvesek a te hajlékaid, ó seregek ura! Kívánkozik, sőt, eleped a lelkem az Úrnak tornácai után. Testem és lelkem újjongva kiált Istenhez, az élő Istenhez. Még a veréb is talál házat, és a fecske is fészket, ahová fiókáit helyezi oltáraidnál. Seregek ura, királyom és Istenem! Boldogok, akik házadban lakoznak, szüntelenül dicsérhetnek téged. Boldog ember az, akinek te vagy ereje, és szívében a te útaidra gondol. Még ha a síralom völgyén mennek is át, források völgyévé teszik azt. Az őszi eső is elárasztja áldásával. Újult erővel indulnak, és megjelennek Istennél a Sionon. Ó Uram, seregek Istene, hallgasd meg könyörgésemet. Hallgasd meg, Uram, Jákob Istene, mi pajzsunk, nézz ránk, és tekints a te felkentett személyére. Mert jobb nékünk egy nap a te tornácaidban, mint másutt ezer. Jobb az Isten házának küszöbén állni, mint a bűnösök sátraiban lakozni. Mert nap és pajzs az Úr, kegyelmet és dicsőséget áld az Isten. Nem vonja meg javait az Úr azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregek ura, boldog ember az, aki benned bízik. Köszönjük szépen! Kívánom a testvéremnek a Jóisten áldását az elkövetkező hétre, és hétközben is keressük azért a Jóisten társaságát.